teljes körű energetikai korszerűsítésen esett át az Elek Gyula aréna. A munkálatokat egy 300 millió forintos, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból végezte el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. Major János főigazgató kiemelte, a projekt időben elkészült, ráadásul közben a sportolók is zöggenőmentesen tudták használni a csarnokot. Az orvosi szakmában az egyik legnagyobb bravúr, ha valakit altatás nélkül, de mégis fájdalommentesen sikerül megműteni. Azt gondolom, hogy itt az zajlott le, hogy közben edzések zajlottak, és úgy sikerült a teljes energetikai korszerűsítést végrehajtani. Nagyon kis szünetek voltak benne, és különben lehetett használni a csarnokot. A kézilabdázók megismerkedhettek jó pár munkással közben, tehát azt gondolom, hogy ez is csak erősítette a hitet abban, hogy itt lesz egy jobban használható csarnok. A rekonstrukció során nem csak a tetőszerkezet és a homlokzat szigetelése készült el, de az épület korábbi nyílászáróit is új, kiváló hőszigetelésűekre cserélték. Felújításra került a légtechnikai és fűtési rendszer is, így már korszerű kazán biztosítja a megfelelő hőmérsékletet az Elek Gyula arénában. Ezt a csarnokot kb. 300-310 utánpótláskorú gyermek használja, itt fiúk és lányok összesen, és két felnőtt csapat edzít és játsza itt a mérkőzéseit. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen csarnokot modernizálni és ennek az energetikáját felújítani, az, ahogy igazgató úr elmondta, szükséges, jó dolog, hasznos, és aki használja, annak örömet szerzünk vele. Tehát ez egy minden csillag összeállt, ahogy ezt szokták mondani,